Idei utolsó ülését december 21-én tartotta a Komárom-Esztergom megyei közgyűlés. A munkát a két ülés közötti eseményekről szóló beszámoló elfogadásával kezdték a képviselők, ezután került sor a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására. Eszerint a megye 600 milliós hiánnyal zárja az idei esztendőt. A jövő év sem lesz könnyebb, a 800 milliós várható hiánynak lesznek következményei is. Mindenképpen hozzá kell majd nyúlnunk az intézményi struktúránkhoz, hozzá kell nyúlnunk a létszámokhoz. Tehát az az optimista beköszöntés, amivel én kezdtem az elnöki működésemet, hogy magamtól nem fogok intézményeket megszüntetni, összevonni, illetve ilyen irányú javaslatokat tenni, létszámot csökkenteni, ez nem tartható, mert ezzel a működésünket veszélyeztetnénk. Megállapította a testület az elnök és az alelnökök ezévi jutalmát. Mindhárman másfél havi illetményüknek megfelelő jutalommal részesülnek, eddigi 2,5 havi munkájukért. Az elnök mind bejelentette, jutalmának kétharmad részét egy-egy oktatási intézménynek ajánlja fel. A képviselők tájékoztatót hallgattak meg és fogadtak el a múzeumfejlesztési terv végrehajtásáról, melynek 3 éve alatt a megye ilyen célokra 135 millió forintot fordított. A képviselőtestület érvénytelennek nyilvánította a könyvvizsgálói feladatra kiírt pályázatot, így január 1-től könyvvizsgáló nélkül működik a megye, melyet a szocialista oldalról nem is hagytak szó nélkül. Ha ez a döntés születik, hogy ő nem lesz megbízva most ezen pályázati keretek között, akkor miért nem igyekeztünk kiírni a mostani közgyűlésen a következő feladatot? Miért nem sürgetjük ezt a dolgot? Tehát miért jó ez az ex lesz helyzet? Mert ez valóban fontos. Nem ez a megyének a legfontosabb problémája, de azért a könyvvizsgálói feladatok tartós megbízatással történő ellátása az legalább olyan fontos, mint bármi más ezen a területen a pénzügyi fegyelem miatt. Lezárult a Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója elleni fegyelmi eljárás. Nagyberivói Bolyér Áron kérelmére a közgyűlés a főigazgató közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette, egyben hozzájárult korengedményes nyugdíjaztatásához. A fegyelmi eljárást pedig hatályon kívül helyezték. Azért tartom egy kicsit furcsának a dolgot, mert ha valaki ellen fegyelmi vizsgálat indul még hozzá, hogy a szövegben volt alapos indokkal, nyilvánvaló volt egy-két olyan mulasztás, ami az ő nevéhez köthető, de akkor ezt meg kell mondani. Az ott felvetett kérdések valamennyi pontban jogosak voltak a részünkről, tehát a lefolytatott vizsgálat nem igazolta azt, hogy alaptalan volt az eljárásnak az elindítása. Már az eljárás megindításakor hangsúlyoztuk, hogy egy eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy milyen mértékben felelős valaki az ott felvetett kérdésekben. A fegyelmi vizsgálat eredményeképpen, de az a mellett is folyamatban lévő feladatok teljesítése során kerültek megállapításra többek között olyan szakmai hiányosságok, amelyeket már évek óta teljesítenie kellett volna a Komárom-Esztergom megyei Szent Borbála Kórháznak. Az intézmény megbízott főigazgatója dr. Nemeskéri Marianna lett. Az idei utolsó megyegyűlés napján vehették át a Komárom-Esztergom megyéért, illetve a Komárom-Esztergom megyéért szakmai díjakat a jutalmazottak. Az Árpád szállóban tartott ünnepségen dr. Völner Pál adta át a kitüntetéssel járó emlékplakettet, oklevelet és pénzjutalmat azoknak a díjazottaknak, akiknek személyéről a beérkezett javaslatok alapján a megyegyűlés döntött. 2006-ban Komárom-Esztergom megyéért díjat kapott dr. Ferenczi Miklós dunalmási gerontológus, orvosíró, dr. Ravasz Éva, muzeológus, levéltáros történész, a Tatabányai Levéltár igazgatója, és nagyné Nyikus Anna, népi iparművész, pedagógus, népművelő, a Tatai Talentumiskola tanára. A Komárom-Esztergom megyéért szakmai díjelismerésben idén dr. Bárdos István, a megyei önkormányzati hivatal vezető főtanácsosa, közgyűjteményi és közművelődési referens, dr. Nagy Gábor, a Szent Borbála Kórház urológus főorvosa, és Kollár Imréné, a megyei önkormányzat Szent Rita fogyatékosok otthona nyugállományba vonult igazgatója részesült. Összefoglalónkat dr. Völner Pál megyei elnök gondolataival zárjuk. A megyét járva, intézményeinkben megfordulva, településeket látogatva, mindenhol látom azt az alkotóvágyat, azt az elszántságot, azokat a terveket, amelyek azt szolgálják, hogy környezetünk, lakóhelyünk,
élhetőbb, modernebb és emberibb léptékű legyen. Ezeket az elképzeléseket mi maximálisan támogatjuk korlátozott lehetőségeink között is, és nagyon örülünk annak, hogy helyben is ehhez mindig támogatást kapunk. Én így évvégéhez közeledve, karácsony előtt kívánok mindenkinek áldott ünnepeket, és egy olyan boldogabb új esztendőt, amelyben ez a zűrzavaros időszak végre lezárul, ahol megbékélnek azok a felek, akik jelenleg kicsit szétzilálják ennek az országnak a közvéleményét, és eljutunk azokra a megegyezésekre, amelyek a legkisebb terhek mellett végre a felemelkedés útján való elindulást szolgálják.
középre, jó? Ide hozzatok mindent középre. Ide a könyvekre, jó? Hogy mi van benne? Na csücs le! Szőnyegre csücs le! Gyorsan bontjátok ki! Az egy könyv bébé! Hát mindjárt meglátjuk! Na ne vacakoljatok bele! Úgy. Fordítsd meg, mert az a kütő az szép. Ez egy játék! Hú, ez ismerős nekünk, nem? De ez másabb, nem ugyanolyan! Ez a másik! Na mehet a kitikok egyet, jó? Kitike, segíts az Annának. Úgy, oda beköszönj. Jó, gyorsabban menjenek, hogy menjenek. Három meg a... Ki vagy, Ricsi? Egy kifes! Igen! Ez valami pedig, nekem van ilyen valami kandobjunk. Sarkadi Sándor, felsüt a csillag, felsüt a csillag, a hold is előjön, hírcsapok égve, karcsú fenyőkön. Kései szánfut, porzik a porgó, hírrögös úton,
Yeah.
az ajándékozás jelenti, de azt hiszem mindannyiunknak közösen a szeretet ünnepét, azt, hogy a családdal lehetünk, a családdal tölthetünk kis időt. Karácsony az ajándékozás ünnepe is. Az elmúlt hetekben ez az ajándékozás megoldott, és ennek jegyében szerettük volna benneteket két nappal ezelőtt, tegnap előtt szerdán, egy-egy műsorral, előadással meglepni. A felsősöknek a sportcsarnokban természettudományi előadás volt, úgy hallottam, nagyon érdekes, színes volt, hiszen sok szép fotót láthattatok. Az alsósokkal pedig együtt élveztem én is Lemente Péter műsorát, úgyhogy mind a két program nagyon jól sikerült. Végül akkor picit jelentétek, hogy én is tudom, hogy a nagyon kis jól éreztem magukat tesztek az előadás szertán, mert azért nem tudom, hogy a felsősök a csillagászatéből. Így a vendégetek, kopogni fogok, idegen soha ne engedjetek be. Kérdezzétek majd meg, ki kopog, kop. Levente Péter vagyok, játszani jöttem, nem zavarok? Nem. Nem 10 óra íznak? Nem. Nem a lecke fölött görnyednek? Nem. Bocsánat, házigazdák, nem a számítógépre merednek? Nem. És nem a fürdőkádban csücsülnek? Nem. Lányok, mindenkin van valami ruha? Aki nincs házigazdát, az kapjon föl valamit magára, mert bemegyek az ajtajukon, csak előbb letisztítom a cipőmet, mert nem én takarítok maguknál, hanem a Marika néni. Ó, mióta nem jártam Tarjánban, a kultúrban még új kilincsük is van. Na hát, máshol... ...próbálnak sejtni az űrben, a holdban, a csillagokban. Hát egyik sem volt igazán eredményes, mert valószínűleg őszt inkább csak kitalálta minden is valósította volna. Akit érdekel, menjünk tovább, Szirámi Petra esetben, menjetek a könyvtárba és keresjétek meg. Minden tanárnéni tanárbácsi nevében kívánok nektek áldott, békés ünnepet. Erre a rövid szünetre, ami az idén kijutott nekünk, új kikapcsolódást, és erről már tegyetek vissza, január 3-án, hiszen nem sokára bizonyítani osztás lesz 3 hét után, január 3-i hetében, tehát mi mindenki csak jó legyen tudjon szerezni. Szép áldott ünnepet kívánok nektek! Thank you.
féljetek, emberek, nagy örömöt hirdetek, mert kisgyermek született Betlehembe. Ő az, akit vártatok, kit mindenki áhított, békét az közöttetek, és a világ királya lesz, Jézus a neve. Álmodok-e, vagy valóság? Éjszaka van, világosság? Angyal hozott üzenetet, én bizony fölkerekedek. Megkeresem Betlehemet, Betlehemben a kisdedet. Várj meg, én is veled megyek. Engem itt ne hagyjatok, én is kíváncsi vagyok. Üres kézzel nem mehetünk, így ajándékot vinnünk. Hászorok, eljünk fel, hamar induljunk el. Betlehem városában, rongyos istállósában, siessünk, ne késünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk. Mi úrunknak tiszteletet tehessünk. És a jámbor állatok szépen körbeállnak ott. Szelíd szemű tehenek, lehelnek rá melegek. Meleget. Némajuhok nézegetik, párájukkal melengetik. Ám hirtelen kopogtatnak. A királyok már itt vannak. Édesanyja elringatja, énekével altatgatja. Jézuska, itt vesz légy, ó kis baba, miért fekszel a jászolban, a hideg istállóban. Fejet hajtanak a bölcsek, s elmennek, ahogy jöttek. Elbúcsúznak a pásztorok, elpihennek az állatok. Üres szalmán a jászolban, ronykójával betakarva. Álmodik a kis
Csak a bodri kutyának az orra hegye. És reggel az utca, a puszta, a néger, a taxi, a maxi, a bodri, a péter, és ráadásul a rádió mind azt kiabálja, hogy esik a hó! Thank you.
fehér a szárnya, mégse fázik, úgy röpül egy messzi házi. Csenője a hóbehely, szánkójának énekelj, mintha dallal ide húznád, s teki ablakba a csizmád. Ne lesd meg a Mikulást, rajta a varázspalást. Leshetsz reggelig magadban, mert ha eljön, láthatatlan. Mert ha tudnád, hol lakik, s odaérnél hajnalig, jutnál mesebeli tájra, elolvadna palotája. Megriadna, és tovaröpítené fagydova. A helyén meg, ide nézd csak, sírdogálna ezer jégcsap. Ne lesd meg a Mikulást, hadd suhogjon a palást, jöjjön, jöjjön láthatatlan éjszakákban és havakban. Táncolj, örülj, énekelj, mint kerengő hópehely. Csengőiket fenyők rázzál, telisteli cipőd, csizmád. Gazdag, boldog új esztendőt. Hallgassuk meg a kis kórus, karácsonyi dalokat adnak elő. Köszönjük szépen a jelenetet!
abwesenden herzlich im Namen der Tarjaner Grundschule. Dieses Jahr ist auch schnell vorbeigegangen und Weihnachten stehen schon vor der Tür. Nur noch einige Tage und in jeder Familie kommen die schön geschmückten Weihnachtsbäume und die Geschenke mit dem Christkindl. Wir wollen Ihnen diesmal einen kleinen Strauß von Liedern, Gedichten und Musikstücken überreichen. In dieser Stunde sollen wir alle unsere Sorgen vergessen und an das Christuskind denken, das uns Liebe, Hoffnung und Fröhlichkeit auf die Erde brachte. Zum heutigen Programm wünschen wir gute Unterhaltung. Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntünk minden megjelentet a Tarjáni Általános Iskola nevében. Ez az év is gyorsan elrepült, és ismét a karácsony angyala kopogtat ajtóinkon. Még néhány nap, és minden családban megérkezik a szépen feldíszített fenyőfa, alatta a sok ajándékkal. Ebből az alkalomból mi is kedveskedni szeretnénk önöknek, néhány szép karácsonyi dallal, versen, évjelzámmal. Ebben az órában felejtsük el gondjainkat, és reménykedve tekintsünk a boldogabb jövőbe, melyben béke, szeretet és biztonság vár ránk. Ezen gondolatok jegyében kívánok önöknek kellemes perceket karácsonyi műsorunkhoz. Yeah.
Isten Jézusunk, Jézusunk, három király mi vagyunk. Lángos csillag átfeledtünk, gyalog jöttünk, mert siettünk. Kis Duhocska mondta, biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menj el, király, a nevem, segíts, édes Istenem! Isten fia, jó napot, nem vagyunk mi vérpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országba, föld kolbászunk. Mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott. Hoztunk aranyat hat marékkal, tömjét egész vasfazékkal. Én vagyok a boldizsár, aki szerecsett király. Irul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok!
nagyon régen távol tőlünk más vidéken, néhány pásztor nyáját őrzött ki a sötét éjjéléten. Mikor egyszer nagy fényesség ragyogta be azt az estét, s angyal szállt alá létre. Nézték a pásztorok félve, megrettenve, megigézve, és akkor az angyal így szólt. Ne féljetek, emberek, nagy örömök féltetek, mert kisgyermek született Betlehembe. Ő az, akit váltatok, akit mindenki áhított. Békét hoz közöttetek, s a világ királya lesz, Jézus a neve. Álmodok-e, vagy valóság? Éjszaka van, világosság? Angyal hozott üzenetet, én bizony fölkerekedek. Megkeresem Betlehemet, Betlehemben a kisdedet. Engem itt ne hagyjatok, én is kíváncsi vagyok. Üres kézzel nem mehetünk, illik ajándékot vinni. Pásztorok elsiettek megkeresni a kisdedet. Eközben napkelet felől három király, Gáspár elől, aztán Mennyiacs Boldizsár, ajándékkal indult már. Gáspár, Mennyiacs Boldizsár, valamilyen jelre vár. Merre menjünk, hol keresünk, hogy a helyet el ne téveszünk? Megtaláljuk, megcsodáljuk, térde borulva imádjuk. Csillag legyen végig éppen, az legyen az év vezéret, hol a csillag majd megáll, szíved nyugalmat talál. Hol a csillag majd megáll, szívünk nyugalmat talál. Betlehem istállóban szalmán fekszik ágyhelyet, s szenvedeg egy kisgyerek. Fójájával betakarva, énekével elringatja édesanyja Mária. Szememen a könyv, a fától, kicsi fiam. Nincsen bölcső, csak egy jászol, szememen a kör, a fától. És a jászol körbe veszik. Szelíd szemű tehenek lehelnek rá meleget, némolyhók nézegetik, párájukkal melengetik. Ám hirtelen kopognak, a királyok már itt vannak. Kicsi szemét föl is sütja, mosolyog már a Jézuska. Ám ha valaki halkan kopog, megérkeztek a pázolok. Adjon az Isten szép jó estét, köszöntjük a kis dedecskét. Itt van nyájra vigyáztunk, angyal jelent meg számunkra. Azt mondta, világra jöttél, hogy minden embert szeressél. Mi már oly régóta várunk, felelőszült a szakállunk. Úgy örülünk, mindjárás tánca perdülünk. Most ne bolondozzatok, hát ha éppen aludni fog. Jaj, én úgy örülök neked, két szememből a víz pered. Ha egy kisded megszületik, öreg ember már könnyedik. Sír a szemed, úgy örülök, hogy már nem lesz egyedül. Annyit mondok én ti nektek, minden kisded nagy ígéret. Fejünket mi is meghajtjuk, s ajándékunkat átadjuk. Osztunk sajtot, vajat, tejet, s örömünket hoztuk neked. A jászol, mint körbe veszik, kis Jézus feltűnnek pedig. Csillag ragyog égi réten, s a jászolban fekszik szépen, ronybújával betakarva az üszlött kis Jézuska. Édesanyja elringatja, énekével altatgatja.
Magyarország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világon, és amit az élet vágott, beegeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek, a kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, és higgyünk lendületlen, és ne csak így decemberben. Maria wird ich genannt. Ich trage die Krone meinen Haupt, das hat mir Gottes Sohn erlaubt. Halte den Zepter in meiner Hand als Königin vom Himmelsland. Ich habe geboren das Jesukind, damit die Menschen glücklich sind. Glück herein und Glück aus, das wünschen wir in eurem Haus. Thank you.
Most legyen mindannyiunknak. Mi fénységünkben állett, szépünk a Weihnachten, Friedrichhez, Ruhighez, Majeszer. Énekeljük el közösen, mindenkivel együtt, a Stillenachtot, csendesség. Köszönöm szépen. Thank you.
aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindenekben. Amen. November elején, közepén már belépve egyes hiper, szupernek, teremnek, nem tudom milyen merkedekben, karácsonyi fényekkel találkozunk, fenyőágakkal, műhóval, akciókkal, és lehet, hogy jövőre már október végén, vagy október közepén karácsonyi hangulatot kezdenek el gerjeszteni. Így voltam ezzel idén is, hogy mire elérkeztünk karácsonyig, semmi karácsonyi hangulatom nem volt. Fények vannak az utcán, karácsonyi slágerek mennek a rádióban, meg a tévében, a kívánságműsorokban, finom süteményeket sütnek otthon, jó illat terjed a lakásban, de valahogy kezd elveszni a karácsony. Most egy olyan különleges vasárnap és egy olyan különleges nap adatott nekünk, hogy egyszerre advent, tehát a várakozás negyedik vasárnapja, és ugyanakkor a Szent Este is. Azokról, akik már hallották és itt voltak, hadd kérjek ismét elnézést és bocsánatot, de akik még nem hallották és nem voltak itt az adventi Isten tiszteleteken, hadd mondjam el, hogy azért, mert az advent üzenete az az, hogy Krisztus eljön hozzánk, karácsonyra készülve az adventi Isten tiszteleteknek a címe is idén az a négy cím volt, és utolsóban van is, hogy Krisztus él, aztán második vasárnap az volt, hogy Krisztus jön, úgy héten ebben a harmadik vasárnapján az volt, hogy Krisztus hoz, most így Szent Este, és ebben a negyedik vasárnapjában egyben az, hogy Krisztus áld, tehát Krisztus ad, az Isten ad nekünk is. Eljön mindenféle akció, eljön mindenféle karácsonyi hangulat, eljön még a karácsony maga is, külsőségekben, családi látogatásokban. De kérdés az, hogy az angyali hírben, az angyali üdvözletben vajon eljön-e a karácsony? Kérdés az, hogy vajon a szívünkben eljön-e a karácsony? Vajon csak egy karácsony, mint egy ünnep jön el, vagy a karácsony lényegét is megtapasztaljuk idén? Nem tudom, hogy gyülekezet többi tagja hogy volt ezzel, de egész adventben mintha nem tapasztaltuk volna meg az ajándékokat, az Isten ajándékait. Én legalábbis úgy voltam vele, hogy egészen a mai reggelig, sőt tegnap estéig valóban nem volt semmi karácsonyi hangulatom. Aztán tegnap délután kaptam egy hírt, egy üzenetet, egy kérdést, hogy volna-e kedvem, bocsánat, ha reklámnak számít, egy kormorány koncertre elmenni Budapestre, egy karácsonyi koncertre. Nem haboztam és igennel válaszoltam. Nagyon jól esett egyrésztről ez a megkeresés is, hogy egy jó barátom megkérdezte, hogy van-e kedvem milyen koncertre elmenni. Másrészt nem csak ez volt egy ajándék, hanem maga a rendezvény is. Aztán nem maradt abba ez az ajándék sorozat, nem kézzelfogható, vagy nem feltétlenül anyagi javakkal megvehető ajándékokról van szó, de a bajnai gyülekezetben már délelőtt 10 órakor meg volt az Isten tisztelet, és bár maga az Isten tisztelet is egy ajándék volt, egy öröm hír, egy öröm esemény volt, még előtte egy néhány percen az Isten tisztelet kezdete előtt egy rövid szöveges üzenetet is kaptam, a szám ismeretlen volt, csak egy aláírás volt hozzá tűzve, kellemes áldott karácsonyt kívántak nekem. Nem tudtam, hogy ki az, felhívtam,
kiderült, hogy még az üzenet küldője sem igazából tisztában azzal, hogy ki vagyok, én nem is ismer, a telefon könyvében valahonnan ott maradt a telefonszáma, vagy az egyik telefonszámom, és küldött egy üzenetet. Kérdem én, hogy mi ez, hogyha nem karácsonycsoda? Mi ez a sok áldás, ez a sok ajándék, ez a sok figyelmesség, hogyha nem az igazi karácsony? És az is igazi karácsony, amikor az Isten tisztelet előtt a gyermekek ugye műsorra készültek, és az utolsó, utáni főpróbára hívtam még őket. Az is egy ajándék volt, hogy mindenki eljött, sőt még egy-két embernével, egy-két gyerekkel több is, mint akik főpróbán itt voltak. Nem tudom, a gyülekezet hogy áll az ilyen dolgokkal, az én szívemet, ez is nagyon melegít. Jézus Krisztus a szeretet, és hogyha ezt tovább gondoljuk, akkor tudhatjuk, és hihetetlenül is mondom megint, hogy a karácsony az legkevésbé sem az emberi szeretet ünnepe. Persze az is, mert próbálunk mi is kedveskedni szeretteinknek, fele barátainknak, de a karácsony, bár a szeretet ünnepe, az isteni szeretet ünnepe. Annak a szeretetnek az ünnepe, aki leküldte az ő egyszülött fiát, a dicsőségből, a magasságból, a véghetetlen mennyországból, a csúcsról, a legmagasabb emeletről, ahova mindenki vágyakozik, a legszebb helyről, egy istállóba, Betlehembe, egy kis falucskába, ahol még egy rendes hotel, egy szálloda sem volt, semmi fejdelmi lakosztály, csak egy sötét, piszkos jászol, egy sötét éjjel, egy sötét istálló, ahol tehenek, meg szamarak, meg bak mellette adott valami meleget. Egy lenti hely, egy utolsó, utáni emelet, ami már nem is emelet, hanem alaksornak is beérik. Ide jött el a dicsőség királya. Nem kell tehát magasságokba törni. Nem kell felhőkarcolókat építeni. Nem kell feltétlenül, nem szükséges karácsonyfát állítani. Nem szükséges ajándékokat adni ahhoz, hogy igazi karácsonyunk lehessen. Elég az, hogyha a földre hozzánk érkezett Krisztus, nem csak a jászolban talál helyet, hanem a szívünkben is. Hogy lehetséges ez? Szép, zengzetes szavaknak tűnhetnek, de úgy, hogyha szeretjük egymást. Nem csak próbálhatjuk szeretni egymást, meg próbálunk megbocsátani, meg próbálunk nem annyira irigyek lenni, hanem hogyha tényleg nem vagyunk irigyek a másikra, mert annak esetleg nagyobb a lakása, vagy több a pénze, vagy három dobozzal többet tudott a karácsonyfa alá tenni. Vagy nem irigykedünk a felbarátunkra, a szomszédunkra azért, mert ő megúszta a betegséget egy kisebb rutin műtéttel, és most már nem fáj se keze, se lába. És nekünk esetleg fáj, de nem vagyunk irigyek a másikra, hogy ő szeretetben tud élni a családjával, esetleg a mi életünkben pedig vannak negatívumok. Hanem el tudjuk fogadni egymást. Örülni tudunk egymásnak, és meg tudjuk látni egymást tekintetében, arcában a Krisztus arcot. Azért hirdetem és azért mondom ezt, mert bár nagy nehezen, 21-néhány év után, de lassan-lassan nekem is sikerül. Lassan-lassan én is találkozom olyan angyalokkal, olyan barátokkal, akik az Úristen küldött nekem, akiknek az arcában és szemében meg tudom látni Jézus Krisztus arcát, szerénységét, szeretetét. Bízom bennem, hiszem azt és reménykedek benne, hogy a Taljányi gyülekezet tagjai számára is vannak ilyen kirendelt angyalok, akik az öröm üzenetet hirdetik,
akik az Isten békességét és szeretetét tolmácsolják, és akik a gyülekezet számára is képesek karácsonnyá változtatni azt a karácsonyt, amelyet a világ igyekszik talán szétrombolni. Az angyal is a pásztorok számára örömüzenetet hirdetett, ajándékot vitt, vagy megszületett Úr Jézus Krisztus. Én is csak ezt tudom mondani, se többet, se kevesebbet, de nem is kell többet mondani, vagy kevesebbet, mert ez a legnagyobb. Megszületett az Úr Jézus, az üdvözítő, a megváltó, megszületett Jézus Krisztus, Betlehemre, felnevelkedett, keresztre feszítették, és meghalt értünk. Azért, hogy ne csak egy a történelem lapjai között elveszett kisgyermek legyen, hanem a mi életünk személyes megváltója. Hogy hozhassa a mi életünkre is azt az ajándékot, amelyet mindenki vár, amelyet mindenki óhajt, és amiért mindenki próbál küzdeni, hogy nem az így, aki akarja, vagy Pál apostol mondja, sem nem az így, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Ezért imádkozzunk ezen a Szent Karácsonyon is, Szent Estén is, holnap után az ünnepnapokon, hogy könyörülő Isten adja meg nekünk is, idén is a karácsony szent ünnepét, a karácsonyi örömüzenetet, adja meg nekünk ezt az egyetlen ajándékot, hogy Krisztus, a krisztusi szeretet lakozhassék a mi szívünkben. Mert az életünknek, a közösségünknek, a gyülekezetünknek, az országunknak, nemzetünknek csak ez az egy kiútja van a pusztulásból, az eltűnésből, az elsüllyedésből, hogyha Krisztus szeretete ilyen majd mi szívünkben. Nem adhattam most semmi bár, csak jó.
aludtál a hold sugaras hideg éjszakában, mint egy fehérelő csendes álom. Úgy vonult el a komoly karaván, és elől ment a három. A sziklás föl, mohornál és fogváron, elnában alatt. Méltóságon soradták szemének, a harmaton halkan halad, és mintha fehér állnak fogjelének, úgy vonult végig a fehér sebe. A völgyön, ahol nem bűntek világok, s a város, ahol az emberek nem illatkoztak, és nem illatkoztak, és ahol nem mondta őket senki sem. Így csuhant el csendesen, élete életvágya napkeletnek, az ezredet éves éjszakában, a ma csillagot. Karácsony nyílt, sokat magával karácsony esti csodálatos fákot.
Ha Betlehem felé utat mutatna, nem ragyoghatna, nem világolhatna. Végig ilyen se volna érdemes. De van karácsony, és én úgy szeretem kisgyertya életem, ameddig karácsonyra vártam, értelmét, célját soká nem találtam. Még egy szép, angyal énekes, hallgásként Betlehembe értem, s felmondottam. Most már értem, most már tudom, miért is élek ezen a nagy sötét világon. Hogy világítson kicsi gyertyalángom előre, Betlehem felé, és megváltatlan, megváltóra váró, sok emberi szívdobban mindenbeli. Kis karácsony, a gyertya, szép fejlő. Felültörő, talán semmit se jó. De ha zöld fenyőről ragyog rá, a szíved felveszi az égig, az eget, meg lehoz a hozzá. Jó estét kívánok, mert hárnak jöttünk köszönteni, ha meghallgatnának. Szent Ádám testéjén vendégeit veszünk, hogy a kisztérjük feteljük közöntessük. Tisztelt jó gazdagon társadalmi szívannak, mit felejtünk? Ugye megfogadnak? Gyertek be! Bajuszom a jégcsap, zúzol a ruhában. A nyáját őrizni nem nagy kedvem vagyon, jobban meleg szoba, én is azt mondom. Le is fekszed vízet, hiszen álmos vagyok, holnap reggel újra kimegyek a nyájhoz. Na csak, hogy már végre dideregni fázva, bejutottunk ide a mellett a nyájhoz. Feküdjünk le fajtás, az öreg is alszik már, kenyeres fajtások az idő éjjel. And the awesome. Thank you.
fülemet, kérdez a gyermek. Ott felnapod a csillagok felett, de amikor karácsony este lett, lejött a földre, mint kicsi gyerek. És ó, a hideg szívű embere, kis istállóban kellett hárnia, szalmáltak ő, az Isten fia. Elhagyta életünk az eleket, ugye apukám, nagyon szereted. Az apa nem szól, olyan hallgatag, de a kis kedvenc nem vár szavakat. Oda szorítja a vállára meled, kipirult arcát, s tovább csicsered. Kicsi gyermek lett, gyenge és szegény, és ott aludt az állatok helyén, szűk istállóban. Nem is érthetem, milyen meleg ágacskán van nekem, pedig csak a te kislány vagyok, s ő, Isten fia, ő a legnagyobb. Szalmán feküdt, amikor született. Ugye, apukám, nagyon szeretett. Kint csillagfényes hideg este, tél. Bent apja ölje kis leány beszél. Ott sem nyughatott szalma tetején. Futniuk kellett éjnek éjjelén. Halálra keresték a katonák. Menekültek a pusztaságon át. Milyen keserves útjuk lehetett. Ugye, apukám, nagyon szereted. Az apa leteszi a gyermeket. Ugye szereted? Ugye szereted? Nem bírja már, el kell rohannia. A jászolban fekvő Isten fia karácsony esti képe kergeti. Feledte, és most nem feledheti. Most a szeméből könyve könyv akad. Most vádakat hall, kínzó vádakat. Elmenekülne még, de nem lehet. Most utolérte az a szeretet. S míg a szívébe égi béket ér, mintha körül a hólevet, fehér tető, utat felett távol zene. Angyalok tiszta hangja zengene, szívet szólongató szép éneke. Szegényre tértem, ugye szeretem? Thank you.
kedves és ajándékkal nekik. Mert mi is készültünk, nem csak. Jézus Krisztusra, aki a mai éjszaka megszületett.
és az ő születésével berakja az embereknek a szívét. Mi is nyissuk ki szívünket a betlehemi kis Jézus előtt, hogy a bűnöknek a sötétségét oszlassa szét az ő megbocsátó hatalmával, az ő békéjével. Thank you.
Betlehemet vásárolt. Egy fából kifaragott Betlehemet. A szokásos figurákkal. Máriával, Józseffel, a kisdeddel, a pásztorokkal, a királyokkal és a szokásos állatokkal. Nagyon örült, hogy erről a zarándok útjáról vihet haza egy maradandó emléket. Tel Avivban, ahol repülőgépre szállt, előtte volt egy komoly vizsgálat. Tüzetesen átnézték nem csak az ő, de minden embernek a poggyászát. És amikor az ő poggyászát nézték, akkor az egyik tisztviselő még elnézést is kért a zarándoktól. Tetszik tudni, kezdi, tüzetesen át kell vizsgálnunk mindent, minden kis figurát alaposan meg kell néznünk, nehogy valaki robbanóanyagot vigyen föl a repülőgépre. Kedves testvérek, az a tisztviselő nem is sejtette, hogy a betlehemi figurák közül az egyiknek sokkal nagyobb a robbanó ereje, mint a világ összes bombájának. Persze azzal a különbséggel, hogy ez a betlehemi kis Jézusnak a figurája az nem rombol, hanem épít. Olyan energiát tartalmaz, hordoz magában, amely képes az emberi szíveket is átalakítani. Kedves testvérek, micsoda energia, hogy ennél a példánál maradja, micsoda erő lakozik ebben a betlehemi kis figurában, a betlehemi kis Jézusban. Micsoda vonzó erővel bír ez a betlehemi Jézus, aki oly sok embert megmozgat. Micsoda mozgató erővel bír ez a 2000 évvel korábban megszületett kisdel. Ma a világban mindenütt sok millióan részt vesznek a szentmisékkel. Elmennek a hívők, elmennek a kevésbé hívők, elmennek azok is, akik általában évközben nem igen szoktak. Elmennek az érdeklődők, részt vesznek a szentmisén, a keresők is. Mi is eljöttünk erre a szentmisére, mert Jézusnak a szeretete ide vonzott minket. Mindenki, akiben van egy csöpnyi vágy a szeretetre, a boldogságra, a békére, az örömre, az megteszi a lépéseket az Úr Jézus felé. Izaiás próféta könyvéből hallhatunk egy részletet. Izaiás próféta Krisztus előtt a 7.-8. században élt, és a Szentlélek sugalmazására leírta Isten üzenetét. Megjövendőltek az eljövendő messiást. Ahogy hallhattuk, a nép, amely nagy sötétségben jár, nagy fényességet lát. Továbbá írja, mert gyermek születik, fiú adatik nekünk. A prófétai jövendőlések 700 évvel később, 2000 évvel ezelőtt valóra váltak, beteljesedtek. A mai evangélium által az első karácsony történetével ismerkedhetünk meg. Szent Lukács evangélium által a Szent Lukács evangéliuma történelmi keretbe ágyazza bele a kis Jézusnak a megszületését. Azt írja, hogy Augustus császár idején történt. Aki elrendelte a népszámlálást,
És az is talán köztudomás, hogy nem csak népszámlálásról volt szó, hanem vagyon összeírásról. József az ő kedvesével, eljegyzett jegyesével, Máriával kénytelenek voltak Galileából Júdeába elmenni, hiszen mindenkinek teljesíteni kellett a császárnak a parancsát. És ahogy hallottuk, elérkezett Mária szülésének az ideje, és mivel nem volt szállás, vagy nem volt elég sok pénzük ahhoz, hogy egy szobát kivegyenek, egy barlang istállóban hozta világra az üdvözítőt. Ismeri és folytatván tovább az evangéliumot, tudjuk azt, hogy az angyalok hirdetik, hogy dicsőség a magasságban Istennek, felszólítják, hívják a pásztorokat arra, hogy menjenek és köszöntsék az eljövendő messiást, a megszületett messiást. Keresték és megtalálták. És ők nagyon örültek, örvendezve tértek haza, mert megtalálták a messiást. És ahogy tudjuk még a Szentírásból, a napkeleti bölcsek is megkeresték őt. Figyelték a jeleket, az égi jeleket, és a csillagot követve eljutottak Betlehembe. Ma már a tudomány csillagászat megállapította, hogy ez a csillag nem egy mese, elem az evangéliumi történetben, az egy valóság, hiszen időszámításunk előtt 7 körül a Jupiter és a Szaturnusz bolygók együtt áll, és abból az együttállásból egy fényesebb csillagot lehetett látni az égbolton. Hát ezt a csillagot követték a bölcsek, és megtalálták Jézust. A pásztorok és a bölcsek találkoztak a messiással. Boldogok voltak, mert meglátták a betlehemi kisdevet, akiben fölismerték hitük által a világ egyetlen üdvözítőjét, aki minden szeretet, öröm, béke és boldogságnak a forrása. Kedves testvérek, mindenki szeretne boldog lenni. Isten úgy alkotott meg minket, hogy állandóan vágyakozzunk, és állandóan keressük a boldogságot. Valaki így keresi, valaki úgy keresi a boldogságát. Sajnos sokan tévútakon járnak, és számos esetben a média is befolyásol minket. Mert sokan azt gondolják, és ezt akarják velünk elhitetni, minél több pénzed lesz, annál boldogabb leszel. Hogy hányszor és hányszor lehet valami, akkor leszek boldog, ha majd még több házam lesz, még szebb autóm. Hát ezt szeretném megcáfolni egy Amerikában készült közvéleménykutatással. Ez a közvéleménykutató cég 40 évvel ezelőtt megkérdezte az USA-ban élő embereket, hogy boldognak érzik-e magukat. Sem mindenki őszintén nyilatkozott. Aztán az elmúlt évben is, miközben eltelt már ugye 40, ismét megkérdezték az embereket, hogy boldognak érzik magukat. És annak ellenére, hogy az egyfőre jutó jövedelmek megsokszorozódtak az előző 40 évben, ennek ellenére az emberek kisebb százalékban érezték magukat boldognak. És bizony az öngyilkosságok és a depressziónak a betegsége is mind-mind ezt a statisztikát igazolja. Aztán ez a cég, ez a közvéleménykutató cég Latin-Amerikában is elkészítette ezt a fölmérést, és tudjuk, hogy ott jóval szegényebbek az emberek. És ott a lakosság nagyobb százalék arányban vallotta magát.
A régi mondást jól ismerjük, a pénz nem boldogít. Nem attól vagyunk, kedves testvérek, boldogok, hogy mi van a kezünkben, vagy hogy mi van a zsebünkben, hanem attól vagyunk boldogok, hogy mi van a szívünkben, hogy ki lakik a mi szívünkben. Mi valljuk, hogy Isten nélkül nincs boldogság. Jézus nélkül nincs boldogság, hiszen ő maga a nagyvetű szeretet, öröm, béke és boldogság. Karácsonynak a lényege, kedves testvérek, és ez adja meg a boldogságunknak a forrását is. Isten elküldte hozzánk egyszülött fián, Jézus Krisztus, azért, hogy megváltson minket. Szokták mondani, hogy a felnőttek tanítják a gyermekeket. Azt kell mondanom, hogy bizonyos esetekben a gyermekek is tanítják a felnőtteket. És erre van egy élő példa is. Hála Isten, van egy gyönyörű, szép, faragott Betlehemünk. És pénteken, amikor az iskolásoknak a műsora gyönyörű szépen lezajlódott, és zártam a templomot, oda mentem a Betlehemhez, és a jászol aljában láttam egy kis rajzlapot. És a rajzlap közepén egy piros szívet benne a magyar cím mellett. Megyek közelebb, és következőt olvastam rajta. Szeretlek Jézuska. Petrától Jézusnak. Most, ahogy jöttem a templomba, ez a kis rajz és ez a kis levélke mind a mai napig ott van. Igen, van mit tanulnunk a gyermekektől. Nem biztos, hogy éppen tudományt, de szeretetet és hitet biztos, mint ahogy ez a példa is bizonyítja. Kedves testvérek, a mai szép ünnepen újítsuk meg Jézus iránti megkapott hitünket és szeretetünket. A pásztorok lábát ad nekem, hogy hozzád sietessek sebesen. És a napkeleti bölcsek kezét, hogy szívem kincsem letegyem beléd. Angyalok hangját, hogy mindenkinek örömhírt és békességet. S Mária igét megőrző szívét, hadd legyek Jézusom örökre a tiéd. Amen. Adunk, hogy Betlehemi csillagot fénysugara, világítson meg minden ember szívébe, hallgass meg, Urunk. Védj meg adnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat, hallgass meg, Urunk. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást megítsenek a szegények és az elhagyatottak. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, hallgass meg mindent! Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled. Hallgass meg, Urunk! Kérjük, hallgass mindent! Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon. Hallgass meg, Urunk! Thank you.
szentelted ezt az adományt, tárod le rá szentelkedet, hogy számunkra mi úgy Jézus Krisztus, teste és véle legyen. Ő, mielőtt ő kint állhatta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és vegyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenye, az új és örök szövet. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
kívánok, kegyelemmel.